Sziasztok! A mai videó a Nokia T21-ről fog szólni, ami egy elérhetőbb áru, ám az alapszintű tableteknél valamivel többet nyújtó táblagép. Ez az árszint azért elég zsúfolt, rengeteg tablet kapható ennyiért. Kérdés, hogy milyen ez a Nokia, érdemes-e ezt választani? A videóban ennek járok utána, kezdjünk! Nos, nézzük, mit kapunk a pénzünkért. A dobozban a tableten kívül találunk egy SIM-tűt, valamint egy USB-A to C kábelt, egy rakat füzetecskét. Hiába a sok rekesz, töltő adapter az nincs, elég minimál a felszereltség. Nos, nézzük meg az eszközt. Szemből egy Full HD Plus kijelző fogad, és a hosszanti oldalon felül egy 8 megapixeles selfie kamera. A készülék rövidebbik oldalain találjuk a hangszórókat, tehát a sztereó hangzás adott. A bal oldalon van a bekapcsoló gomba hangszóró mellett, a jobb oldalon van az USB-C port és egy jack is lent a sarokban. A hosszabbik oldalon fent találjuk a hangerő gombokat két mikrofon társaságában, valamint a SIM-tálcát, ami a Wi-Fi-s modell esetén SD kártyát, az LTS modell esetén SIM és microSD kártyát fogad. A készülék alja sima, ott nem találunk semmit. A hátlapon van egy kameradudor, benne egy 8 megapixeles autofókuszos kamerával és egy LED villanóval. A készüléktest alumíniumból, valamint újrahasznosított műanyagból készült, egyébként nagyon jól össze van rakva, jó az anyagminőség és nem recseg, nem ropog, hogyha egy kicsit megpróbálom meggyötörni. Én nem tudok rosszat mondani, a kialakítása teljesen rendben van. Na, nézzük a kijelzőt részletesebben. 1200x2000 pixelről van szó, pont úgy, mint ebben az árkategóriában körülbelül az összes tabletnél. 10,36 hüvelyk képátlóval rendelkezik, technológiáját tekintve pedig IPS LCD a képfrissítésének 60 Hz-es. A fényerő max 360 nites, úgyhogy lakásban rendben van, viszont nagy fényben, napfény alatt azért a leolvashatóság már nem biztos, hogy a legjobb lesz. A panel előnye, hogy támogatja az aktív érintőceruzákat, melyek vakum VHP és aktív 2.0 szabványon működnek. Meglepő továbbá, hogy IPS létére van mindig bekapcsolt kijelző is, viszont ez elég gyorsan meríti a gépet. Összességében amit kell, azt hozza, szépek a színek, a megjelenítés megfelelően éles és tudja a HD videó lejátszást a streaming szolgáltatóknál. Filmet nézni jó rajta. Ezen a szinten korrekt teljesítményt hoz, bár az összes konkurencia gyakorlatilag ugyanezt nyújtja. Amit nem értek, az az, hogy a Nokia miért 2K felbontásként hivatkozik rá a reklámokban, mert az 1200x2000 az nem az, az csak Full HD+. A hangzás, ahogy említettem, sztereó és 96 decibel max hangerőt ír a sajtóanyag. Jó hangos és egészen jól szól, akár zenehallgatásra, akár filmet nézni, abszolút rendben lesz a minősége. Biztonság terén arcfelismerés van, méghozzá 2D-s, ez jól működik, ujjanyomat olvasó viszont nincsen. A készülékben levő hardware alapkivitelben 4 GB RAM-ot és 64 GB-os tárhelyet tartalmaz, ez microSD-vel 512 GB-ig bővíthető. A központi chip egy Unisoc T612, ami egy alsó-középkategóriás proci, így nyilván helyén kell kezelni, nyilván nem lehet tőle elvárni nagyon finom, sima, instant reakciót minden esetben, mint egy prémium tabletnél. Amire viszont való, arra tökéletesen elegendő, az oprendszert az teljesen simán futtatja, néha vannak kisebb-kisebb röccenések, de teljesen korrekten használható, jól működik az alkalmazások közötti váltás, és az osztott képernyő is teljesen jól használható. Ezen az árszinten korrekt teljesítmény nyújt, hogyha a jelenlegi kínálatot nézzük, és mondjuk nem vesszük számításba a használt iPad-eket, mert nyilván egy ugyanennyiért kapható használt 8-as iPad lelépi az egész androidos kínálatot, viszont az új androidos tabletek ezen az áron körülbelül mind ugyanezt a szintet hozzák. Játékok terén nyilván a komolyabb 3D-s játékokkal nem lehet nyomulni a T21-el, de Asphalt 9-et például megnéztem, és performance módban egészen jól játszható. Kisebb röccenések vannak, de mondjuk egy Xbox Game Pass-szal lazán bármit el lehet vele játszani, így
semmilyen játék nem jelenthet problémát, hogyha streamelnéd mondjuk az Xbox segítségével. A teljesítménytesztek alapján látszik, hogy belépőszintű számokat kapunk, a stresszteszt alatt pedig az látszik, hogy a maximális teljesítményt azt gond nélkül végig tudja tartani, és egyáltalán nem hajlamos a melegedésre. Magyarán hozza az elvárhatót. Szoftver terén Android 12-t kapunk egy teljesen gyári Androiddal, ami nagyon jó hír a stabilitás szempontjából. Február elején a decemberi biztonsági csomaggal fut, ez relatíve frissnek számít. A Nokia 2 év rendszer és 3 év biztonsági frissítést ígér egyébként hozzá, ami egy elég jó ígéret ezen az árszinten. Ez azt jelenti, hogy Android 14-ig biztosan frissülni fog. Az alap Android a legjobb szerintem, ugyanis minden tud, amit kellhet, és könnyen használható és a felesleges cicomázásoktól mentes. A főképernyőn balról legyezve az Android tabletes szórakoztató központját találjuk, a vezérlőközpontot lehúzva a teljesen gyári Android felületet látjuk, minden magától értetődő. A beállítások között teljesen gyári Android felületet találunk szintén, a megjelenítő kalibrálható egy picit, háttérképek és színpaletta választék elég széles, valamint lehetőség van beállítani az aktív érintő tollat. Az előre telepített alkalmazások közül szinte minden csak Google specifikus, egy Nokia gyári alkalmazás van, ez a készülék karbantartásához vagy a használatához lehet hasznos, és ezen kívül néhány előre telepített ismertebb app van, mint például a Netflix, az ExpressVPN vagy a Spotify, illetve néhány érintő tollhoz való alkalmazás, gagyi spam alkalmazások vagy reklámok egyáltalán nincsenek. Egyébként ezek is törölhetők természetesen, hogyha nincsen rájuk szükség. Van természetesen Google Kids Space is, így gyerekeknek is beállítható az eszköz. Szoftver terén ez a készülék abszolút hibátlan. Adatkommunikáció terén van csak Wi-Fi-s és van LTE-s változat is, utóbbi 4G képes. Bluetoothból 5.0 van, Wi-Fi-ből az AC a legfrissebb szabvány, amit ismer, van GPS és egyébként FM rádió vételére is alkalmas, hogyha ugye csatlakoztatunk hozzá egy fülhallgatót. A kamerák, nos ugye a belső kamera egy 8 megapixeles fix fókuszú eszköz, ez videóhívásokhoz elegendő, és a hátlapi pedig bőven jó arra, hogy dokumentumokat szkenneljünk vele. Nem gondolom, hogy egy tablettel bárki is fotózna, viszont hogyha igen, akkor lőttem vele itthon pár fotót, olyanok, mint bármilyen más hasonló táblagéppel. Egyébként makrót is tud, de a fotók, mint látható, abszolút belépő szintűek. Aksi terén 8200 mAh-t kapunk, ami relatíve nagynak számít. Üzemidőt tekintve ilyen kb. 9-10 órás képernyőidre lehet számítani, ami jó érték egy ilyen eszköztől. Ez egy közepesen erős napi használat, esetleg munka mellett is szerintem egy 2 napos üzemidőt biztosít. A PC Mark üzemidőtesztet nem tudok mutatni, mert háromszor is próbáltam lefuttatni, és valamiért ennél az eszköznél ez mindig hibára futott. Ha tölteni kell, akkor maximum 18 watttal lehet, és PD3.0-as szabványú töltővel lehet a leggyorsabban feltölteni. Ahogy viszont említettem, a töltő nem a csomag tartozéka. Én megnéztem a feltöltés sebességét az én töltőadapteremmel, nálam 3 óra 43 perc volt a teljes, és fél óra alatt pedig 17%-ot lehetett belerakni. Nos, én ezt inkább lassúcskának nevezném, de ezek ilyenek. A gyártó sajtóanyagban egyébként a tőlem megszokott módon itt is a tartosságot emelik ki, az aksi esetén is. Azt mondják, 800 töltési ciklust simán kibír szignifikáns kapacitás csökkenés nélkül, ami ugye folyamatos használat melletti kétnapos üzemidővel számolva azért elég jó érték. A hivatalos listára a T21-nek 125 000 forint, de a teszt készítésének idején több hivatalos forgalmazó is ennél olcsóbban kínálta. Az iPhone például 103 000-ért, az Alcatel meg 113 000-ért, hogyha kisebb boltokban nézzük, ott meg még olcsóbb. A Nokia T21 személyében én egy teljesen jól összerakott alsó-közép kategóriás tabletet ismertem meg, így mindenképpen vessetek rá egy pillantást, hogyha ebben a 100 000-es ársávban nézelődtök új androidos tablet után. A kínálat mondjuk eléggé bő ezen az árszinten, tehát van Samsung, Realme, a Lenovo is kínál hasonlót, van Xiaomi is, úgyhogy
eléggé sok a konkurencia. Ami a Nokia előnyei között van, az mindenképpen az, hogy alap Androiddal van, illetve van hozzá 2 év rendszer és 3 év biztonsági frissítés, valamint a kialakítása abszolút minőségi, tartósnak tűnik, főleg, hogyha mondjuk az aksira mondott 800 töltési ciklus is igaz. Ti mit gondoltok a Nokia T21-esről? Vennétek egy ilyet, mondjuk egy Samsung S6 Lite vagy egy Lenovo P11 helyett? Írjátok le kommentbe. Hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen, valamint köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videót. Legyen szép a napotok, sziasztok!